Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön a nagyszámok törvényének harmadik része. Aki nem tudná, hogy miről van szó, annak javaslom a csatornámon csekkolja le az első részt, amiben gyakorlatilag arról beszélünk, tehát ebben a sorozatban arról beszélünk, hogy hogyan szokjunk meg minél gyorsabban egy játékot, és érjünk el jó eredményeket még akkor is, hogyha nem vagyunk hozzá született tehetségek, úgyhogy íme eljött a harmadik rész, remélem tetszett az előző kettő, és ugye a második részben arról beszéltünk, és hát azt javasoltam azoknak, akik szeretnének jobban megtudni játszani, ne sok mindent csináljunk, csak menjenek el játszani, csak játszanak, üljenek le gyakorolni, mert előbb-utóbb egyre nagyobb tapasztalatra tesznek szert, és ezáltal egyre jobbak is lesznek. A gameplayben, amikor ilyen furcsa laggokat láthatok, ott valójában tényleg laggoltam, és úgy néz ki, hogy a Shadowplay valami oknál fogva így rögzíti el, és így adja vissza, szinte mindegyik videóban valószínűleg lesz egy ilyen, de kár őket kitörölni, mert viszonylag jó gameplayek lettek, úgyhogy ja, hát amikor laggolok, akkor ilyen furcsa lesz a kép, úgyhogy ne lepődjetek meg, hát ez van. Na, legalább valami, hogy is mondjam, valódi kifogásom van arra, hogy miért nem sikerült lelőni az előttem lévő ellenfelet. Nos, hol is tartottam? Ugye a másik részben beszéltem arról, hogy hát ugye menjünk és játszunk, de azért természetesen nem vagyunk hülyék, tehát a játékunk folyamán is vannak olyan dolgok, amiket érdemes meglépni azért, hogy meggyorsítsuk ezt a folyamatot, hogy egyre, tehát mondjuk 10 meccsből ne csak a 9. legyen egy jó meccs, hanem legyen le egy jó meccs mondjuk minden 5., és akkor arra hoztam föl azt a példát, hogy azért válogassuk meg a fegyvert is, amivel lövünk, ugye, és az én fegyverválasztási módszeremet árultam el abban bizonyos második részben. Na de most, ennek okán fogunk beszélgetni egy olyasmiről, amit úgy hívjuk, hogy hát minimalizáljuk a kockázatot. Ugye minden befektetésnél is igyekszünk minimalizálni a kockázatot. Tudjuk, hogy azért a nagyszámok törvénye egy működő dolog, tehát minél többször csinálsz valamit, annál biztosabban el fog jönni. Majd ha egyre több gyakorlatot szerzel, annál gyakrabban fog eljönni, de azért igyekszik az ember azért minimalizálni a kockázatokat, hogy mik ezek például ugye a minimalizálási kockázatok, hogy minél gyorsabban és effektívebben érjél el eredményt. Természetesen az egyik és nagyon legfontosabb dolog az, hogyha megtanulod a pályákat, megtanulod, hogy merre vannak azok a bizonyos mozgási útvonalak, megtanulod a fő útvonalakat, kodban nem nehéz, azért többnyire ez a három bizonyos fő útvonal van, de azokon a fő útvonalakon ugye természetesen meg kell tanulni azokat a tipikus pontokat, ahol mindig előfordulnak emberek, ahol mindig van egy bizonyos camp hely, és azokra érdemes elsőre már ráfókuszálni, hogy aha, ez jó, értem ezt a helyet, ez itt ismerős, ez itt erre sokan járnak, és ott mindig ugye óvatosabban megközelíteni, nem befutni a csatába, és a többi, és a többi. Szóval ilyesmire kell koncentrálni, és még például ugye, hogyha lelőnek, megjegyzed, hogy hol lőnek le, hogyha lelőttek, megnézed a killcamot. Tudom, azt látjátok az én videóban, hogy elnyomom a killcamot. 10 év kod után most már megengedem magamnak, hogy elnyomjam a killcamot, de hogyha szeretnéd effektíven, gyorsan megtanulni azt, hogy az emberek milyen fegyvereket használnak ellened, milyen perkeket használnak ellened, milyen kéztrükkeket használnak ellened, és mi a mozgási kultúrájuk, akkor meg kell nézned a killcamot. A killcam nem csak azt árulja el, hogy fegyver, perk, hanem és hogy tehát, hogy milyen fegyvereket, készségeket, perkeket használ az ellenfél, hanem azt is elárulja, hogy mi lesz a következő lépése, hogy merre indul el. Na, hogyha megnézed a kérkomat, egy pillanatig megmutatja azt is, hogy hova kezd el elindulni az ellenfelet. Szóval ez is egy része a kockázat minimalizálásnak, ahhoz, hogy abból a bizonyos 10 meccsből, mondjuk minden harmadik meccs, mindegy 5. meccsben egy magasabb sikerfaktort érjél el, és ezáltal élvezd a játékot, és kezd önbizalmat szerezni a játékba, és egyre jobb legyél. Nos, miről akartam még beszélni? Ja igen, mi kell ahhoz, hogy megtanuljunk egy pályát, ugye? Tehát mik azok a
fontos lépések, amiket érdemes megtanulni egy pálya megtanulás során. Ezt a negyedik részben akartam elmondani, de szerintem rátérünk itt. Szóval gyakorlatilag ahhoz, hogy megtanuljunk egy pályát, meg kell tanulnunk annak a spawn rendszerét, meg kell tanulnunk az útvonalakat, meg kell tanulnunk a szokásokat, és ami nagyon fontos, beléltem az egyik MV3-as sorozatomban, a szokások folyamatosan változnak, főleg, hogyha egy játék új, most jött ki, a játékosoknak a mozgáskultúrájának a szokása, a fegyverválasztás is szokása az első fél évben gyakorlatilag folyamatosan változik. Azt mondom, hogy mire egy játéknak kialakul a megszokott ritmusa minden pályán, az legalább egy jó év. Egy jó év után már belassulnak a játékosok, már megszokott útvonalakat változtatják, és akkor, ha van az embernek egy kis sütnivalója, akkor fog és visszatér egy kicsit a régi szokásokhoz, mert azt elfelejtik a gamerek, és különc útvonalakat választ, és ezáltal azért jobban meg tudja lepni az ellenfelet teljes mértékben. És a végén, hogyha gyakorlatilag belegondolsz ebben az egészbe, akkor mire elérsz odáig, hogy azon kívül, hogy játszol, és mondjuk napi egy órát gyakorolsz, azon kívül, hogy most már tudod mondjuk, hogy hogyan választ ki a fegyvert magadnak adott pályára, azon kívül már elkezdted megtanulni a spawn rendszert, elkezdted megtanulni a fegyvereket, perkeket, mert látod, hogy az ellenfelek mivel mozgolódnak, esetleg milyen készülékeket használnak adott pályákon. Ezekre, ha figyelsz, már ott tartunk, hogy a kezedben van három olyan kulcsfontosságú dolog, ami a Call of Duty-ban például hozzásegít ahhoz, hogy egy nagyon jó játékos legyél, és hogyha valami nagyon fontos Call of Duty világában, az a bizonyos gyors reakció, gyors alkalmazkodási képesség és gyors tanulási képesség, mert hogyha már megtanulod a pályát, megtanulod, hogy hogyan válasz ki a fegyvert, megtanulod, hogy milyen készülékekkel mozgolod bizonyos pályákon, azonnal megnövekszik a sikereidnek a száma gyakorlatilag. Ez nem misztikum, ez nem hókusz-pókusz, ez nem ilyen US Pro-nak kell lenni, vagy valami, nem. Ez a Call of Duty maga leegyszerűsített nyers valójában. Úgyhogy srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a rész is. A következő részben, amiről még nem tudom, hogy gyakorlatilag az utolsó lesz-e vagy sem, mert ugye amit most itt utoljára elmondtam, azt a negyedik részben terveztem, hogy egy kicsit kihúzom a sorozatot, nem sok mindenről akartam beszélni amúgy ebben a sorozatban, egy rövidke sorozat arról, hogy hogyan induljunk el, mert hamarosan fogunk beszélni a fegyverekről is, és a pro, vagyis hát az igazi kompetitív VS HUB játékról is ebben a játékban kifejezetten, és fogunk beszélni arról, hogy a fegyverek hogyan működnek, és mit vettem én észre a fegyverekkel kapcsolatban, de attól függetlenül a következő részben arról fogunk beszélgetni, hogy miért vannak a kodon belül például szakértők, hogy mire gondolok itt, hogy látjátok a sok Quickscope-t, látjátok a sok mit tudom, Kés Pro-t, vagy mit tudom én, KP Pro-t, vagy ilyesmit, fogunk arról beszélgetni, hogy ők miért vannak, miért léteznek, és miért jók abban, amit csinálnak, és ja, ezt fogjuk egy kicsit kitárgyalni, és azt is, hogy esetleg te hogyan érheted el azt a szintet, amit ők elérhetnek, de most addig is remélem, hogy azért tetszett, amit tanultatok, és ne felejtsétek el a mai résznek a lényege, azon kívül, hogy mész és jársz, mondjuk napi egy órát gyakorolsz, ha megengedheted magadnak, vagy napi egy játékot, vagy kettőt gyakorolsz, ha megengedheted magadnak, teljesen mindegy, hogy mennyit, előbb-utóbb összejön, de az a dolognak a lényege, hogy válasz ki a megfelelő fegyvert, és tanuld meg a pályát, mozgási kultúrákat, figyeld a killcamot.
Nagyon lényeges, mert nem csak azt árulja, hogy milyen arzenállal jönnek az ellenfelek ellen, azt is elárulja, hogy mi a következő lépésük, merre fognak elindulni. Könnyebben megtalálhatod őket. Jegyezd meg a nagy útvonalakat, majd szépen részletesebben a kisebb útvonalakat, és közben szeretném, ha majd leírnátok a kommentekben, hogy az, aki követi ezt a sorozatot, és netán követi ezt az apró, egyszerű módszereket, amiket javaslok, itt kinek van az, hogy a játék élménye, esetleg a játék tudása is azért már lényegében jobb lett, mint amilyen volt. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!